szeretnénk megkezdeni ünnepi körmenetünket Magyar Szent Család ereklyéjével és az iraki üldözött keresztények ajándék keresztjével. A Szent Istváni Ország felajánlás napján a Székesegyházban tartották a Székesfehérvári Egyházmegye hagyományos fogadalmi ünnepét. A Szent Mise előtt a püspöki palotából körmenettel vonult át az ünneplő közösség, a Magyar Szent Család Szent István király, Boldog Gizella és Szent Imre herceg ereklyéjét és az üldözött iraki keresztények ajándék keresztjét kísérve a bazilikába. Fehérvári Szent Imrés diákok és a papságra készülő fiatalok vitték az ereklyéket, a megyés főpásztora papok, a meghívott vendégek, országos, megyei és városi közéleti vezetők, lovagrendek, katolikus iskolások, cserkészek, valamint az egyházközségek képviselőinek kíséretében. A körmenetet a hagyományőrző koronaőrök menete és a székesfehérvári helyőrségi zenekar Szent Istvánról és Máriáról szóló énekeikkel tették ünnepélyesebbé. Nagy Boldogasszony ünnepe parancsolt ünnep. Nagy Boldogasszony vigiliája itt Székesfehérváron fogadalmi ünnep. Azt ígérték a székesfehérváriak, hogy a Máriának történő felajánlás napját minden esztendőben megülik. Ezért 14-én délután mindig szép külsőségekkel és mély belső tartalommal ünnepeljük ezt a napot. Nem csak Szent Istvánra emlékezünk, hanem azokra is, akiktől Szent István Isten mellett, szűzanya mellett a földi erőt kapta. Az ő családjára is emlékezünk, hiszen Székesfehérvár nem csak az ország történelmi fővárosa, ahogy szeretjük mondani, nem csak Szent István városa, ahogy állítjuk, hanem Székesfehérvár az első magyar Szent Család városa is. Az imádságos zenés áhítattal kezdődő szertartáson Spányi Antal megyéspüspök Szent Istvánhoz fohászkodott a felelős vezetőhöz, akinek nyomdokai járva ma is nemzetünk jelenét és jövőjét, családjainkat, az egyházat, a mennybe felvett szűzanya pártfogása által az irgalmas és szerető Isten gondoskodására bízhatjuk. Köszönjük, Urunk, hogy felelős vezetőt adtál nekünk Szent István személyében, és mi most hozzá akarunk csatlakozni, és megújítjuk önátadásunkat. Vakler Anna népdalénekes egyetemi tanár és barátai gyönyörű ősi magyar énekeket szólaltattak meg a Szent Királyról és a Szűzanyáról. A főpásztor beszédében kiemelte, nem csak Mária mennybevételére, Nagy Boldogasszonyra emlékezünk ezen az ünnepen, hanem arra a gesztusra, amely Székesfehérvárhoz kötődik. Szent István király, aki hosszú uralkodása alatt folytonosan küzdelmekbe bonyolódott, megpróbáltatások keresztek kísérték egész életét, halála előtt Máriának ajánlott bennünket. Szent István olyan sorsot kapott a jó Istentől, amelyben különleges felelősséget hordozott, rendkívüli feladatokkal kellett megbirkóznia, amelyre az erőt egészen bizonyos a hit kegyelméből kapta, és amelyhez támaszt saját családjából merített. Ő világosan tudta, hogy a magyarság kérdése az az, hogy lesz-e keresztény a magyar, megtalálja a helyét az európai népek közösségébe, vagy ellenség marad, őrzi a maga pogányságát, megy a maga feje után, és akkor föl fogják morzsolni és el fogják pusztítani. Szent István nem csak kiváló politikus volt, nem csak egy nagyszerű államférfi, aki fölismerte a realitásokat, hanem olyan ember volt, aki meggyőződésével tudta vallani azt, amiben hitt a kereszténységet,
És így nem csak szavakat mondott a kereszténységről, nem csak hirdette ezt az eszmét, mint életre megtartó valóságot, hanem saját életének példájával mutatta meg a hitnek az erejét. A megyéspüspök beszélt a hitük miatt üldözöttekről és a lerombolt iraki templom keresztjéről, amely mellett az emberek békét, nyugalmat, reményt, elcsendesedést találtak. Számunkra ez a kereszt a felelősség szimbóluma, fogalmazott a főpásztor, amely mindig emlékeztessen bennünket a Szent Istváni gesztusra, arra, hogy vállaljuk a felelősséget, amely ránk hárul. Emlékeztessen a hitre Istenben, az egyház tanításában, de arra is, hogy valljuk az örök értékeket. Ott lesz ez a kereszt, hogy akik bejönnek a bazilikába, akár látogatók, akár hívő emberek imádkozni, azok ezzel szembesüljenek, tapasztalják meg részben a hitnek az erejét, a gyűlöletnek a pusztító erejét, és ébredjenek igazi keresztény hitre és egymásért való felelősségre. Természetesen lesz olyan időszak, amikor nem lesz a székesegyházban ez a kereszt, visszük majd alkalmanként magunkkal, de a keresztnek az őrzési helyét itt ebben a kápolnában jelöltem ki. Valamikor úgy látjuk most, hogy restauráltuk ezt a kápolnát, előkerültek, láthatóvá váltak a régi képek a templom falán, a kápolna falán. Úgy tűnik, hogy ez a kápolna, ez Mária keresztények segítségére lett szentelve. Az angyalok ott állnak a félholdon, hiszen ez az idő hirdeti azt barokkor, amikor túl vagyunk a török megszálltságon, a török pusztításon, hirdetik, hogy Mária keresztények segítsége megmentette ezt az országot, megmentette ezt a népet, megmentette a kereszténységet. Spánya Antal püspök a szentmisében megújította hazánk felajánlását Szűz Máriának, ahogy azt Szent István király tette 1038-ban, a halála előtti napon, amikor trónörökös nélkül maradt az ország. A megyéspüspök az ünnepi liturgiában, a Szent Istváni hagyományhoz hűen a magyarok nagyasszonya pártfogását, közbenjárását kérte az egész magyar népért, imádkozott minden magyar emberért, határokon innen és túl, hívőkért és nem hívőkért egyaránt. Könyörgünk nagyasszonyunk, magyar hazánk és városunk vezetőiért, hogy a Szent Lélek ajándékai által megvilágosítva védelmezzék az igazat, közjó előmozdításán őszinte igyekezettel fáradozzanak. A szertartás végén a főpásztor megáldotta a székesegyház felújított Mária és Szent István kápolnáit, majd elhelyezte az iraki templom keresztet, amely előtt elimádkozta az üldözött keresztényekért szóló egyházmegyés imát. Adja nekik erőt a megpróbáltatásokban, vigasztalást a szorongattatásban, és békét hitük megvallásához. Az ünnepség végén ugyancsak méltóság teljes körmenettel kísérték vissza a püspöki palotába a magyar szent család erekjéit.